nevem Szakács Imelda Melina, Székelykocsárdról jöttem. Én egészen kiskorom óta énekelek népdalokat leginkább. Második osztályban kezdtem, amikor a tanítónénim beiratott egy népdaléneklési versenyre, és onnantól kezdve kezdtem el komolyabban foglalkozni vele, ugyanis megnyertem országosan a második helyezést, és az akkori néptánc tanárunk javasolta a Kallós Alapítványt, és igazából ott kezdtem el komolyabban foglalkozni a népzenével. Számomra nagyon fontos a népdaléneklés, ugyanis szerintem ez az egyik legkifejezőbb módja az érzelmek kifejezésének, ami nagyon egyszerű, józan paraszt észre volt megfogalmazva minden szöveg, és szerintem úgy szívigható, hogyha ha éneklik, ha hallgatják. Virág ökröm, kivárátám a rétre, elveretem a harmatot előle. Nem hallom a virág ökröm kolompját. Az én babám mással éli világát. Árva, árva, olyan árva nincs, mint én, aki olyan igazán sírjon, mint én. Több árvát ne teremtsen csak engemet, mert az árva mindenfelől csak árva, míg a nap se úgy süt arra, mint másra. Ja, Istenem, miért teremtél árvának? Miért nem teremtettél inkább egy fának? Mert a fának mindenfelül ága van, az árvának csak keserűsége van. Mert a fának mindenfelül ága van, az árvának csak keserűsége van.